Dezső András, hvg.hu. Pataki Attila, hvg.hu. Azt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy sikerült-e végtörleszteni. Ön mennyire szól bele a napi szerkesztésbe? Lehetetlen. Úgy hallottuk, hogy a sajtóbergekben azt beszélik, hogy úgy... Tök hülyeség. Tehát tetszik például a gazdaságpolitikája Matolcsi Györgynek, vagy Hoffmann Rózsa? Ne hélezzük ki ezt a Matolcsi Györgyöt, ha valaki kiejti, akkor az az ember nálam már nem hiteles. hvg.hu. Hú? Igen, hvg.hu. Ja, ördögöd van. Magyarok szerte a világon eljött a feltámadás. Itt állunk az ősök hősök terén, s ébresszük meg lelkünkben a fénymagot, több lehetőségünk nem adatik. Ez a pillanat. Ez az új kor, amikor a magyar név megint szép, nem lesz, van. Gratulálok az előadáshoz. Direkt erre az alkalomra készült? Ezt reggel jött, hogy ezt kell csinálnom, ezt csináltam. Bizonyos körök a Bajnait építik. Úgy gondolom, hogy ez nem jó nekünk. Tehát ezek szerint Brüsszel és Amerika? Igen, igen, pontosan. Miért jöttek ki a kormány mellett demonstrálni? Mi az, amiért úgy gondolták, hogy fontos itt lenni ma? Azért, mert kétharmadda győzött. Most meg kell várni 4 évig, mit csinál, és utána elzavarjuk, hogyha nem úgy viselkednek. Én azért kérlek szépen, mert végre egy jót sétálhatok. Érted? Elegünk van az egész Európai Unióval, amit csinálnak velünk, és jöttünk kormány mellett pártolni. Mi magyarok vagyunk, és szeretnénk, hogyha az országunkat békén hagynák. Eljöttem, hogy megmutassam, hogy én is és a sok ember, aki itt van, továbbra is támogatjuk az általunk megválasztott kormányt. Sikerült-e végtörleszteni? Még nem biztos. De rajta van az ügy. Végéig még csodák is lehetnek. Megijedt egy kicsit az árfolyamtól, hogy így megugrott? Én megmondom őszintén, hogy már annyit ijedeztem, hogy már nem. Már nem, szinte aztán már majdnem semmitől nem tudok megijedni. Vagy nem vagyok hajlandó megijedni, hiszen ez a cél, hogy félelemben és szorongásban éljünk. És elégedett a kormány eddig intézkedéseivel? Én úgy érzem, hogy azok között, a paraméterek között, amik között megkapták az országot és átvették Viktorék, ahhoz képest csodákat tesz. Tehát ahhoz képest csodákat tesz. Tehát én így gondolom és így hiszem. Szerintem jó irányba megyünk. Valami radikális lépésekre szükség van ahhoz, hogy ez az ország kikerüljön ebből a helyzetből, amiben van. Mik azok az intézkedések, amik a legjobban tetszenek önnek? Hát... Minden intézkedés, ami van, akár kivel az oktatással, az egészség, minden, amit a reform szempontjából hoztak, mindegyikre szükség van. Az alkotmány végül is, az egy kitűnő dokumentum. Elégedett a létszámmal? Igen, úgy látom, hogy hát körülbelül 100 000 ember lehet itt, és nagyon sokan még jönnek folyamatosan, az András itt is kezd elítődni, miközben ugye még el sem indultunk. És mi a véleménye azokról, akik hát ugye azt állítják, hogy itt egy összeesküvés van a kormány ellen, egy nemzetközi összeesküvés, és ennek az áldozata a magyar kormány. Egyetért ezzel? Szerintem, mint médiás, én azt mondom, nem összeesküvés van, de ugyanakkor, mint médiás, azért tudom azt, hogyha mondjuk valamit elkezdenek egy kicsit, csak kiskórusba skandálni a médián belül, ugye az egy ragadós a médián belül, és egy idő után szinte az egész média, most függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldaliról van szó, és a világról ugyanazt fogja mondani. Ön mennyire szól bele a napi szerkesztésbe? Lehetetlen. Úgy hallottuk, hogy a sajtóbergekben azt beszélik, hogy úgy... Tök hülyeség. Gondoljon bele, akkora birodalom van mögöttem, Videóton Ikarus műszertechnika, média, hogy én csak a médiával, azon belül a médián pedig belül meg azzal foglalkoznék, hogy naponta mi jelenjen meg, akkor én egy nem is tudom milyen csoda ember lennék. És ki a legszimpatikusabb a kormányban önnek? Hát
kénytelen vagyok azt mondani, hogy a kormányfő. A miniszterelnök úrral én maximálisan ki vagyok békülve, én egy kicsit még harciasabb is lennék az ő helyébe. Ezt a Matolcsi Györgyöt, ha valaki kiejti, akkor az az ember nálam már nem hiteles. Miért nem? Azért nem, mert nem a Matolcsi Györgyön múlik a gazdaság, hanem a gazdaság az tudja, ki múlott? A Gyurcsán Ferkó múlott, és a Veres Jánoson múlott, a Bajnain, a Medgyessy Péteren és az egész szocialista bagázson. Azon múlott a gazdaság. Köszönjük abban, hogy Orbán Viktor valamit még tud tenni a dolgok helyretétele érdekében. Mert tiéd ez ország is minden hatalom. Most. És mind örökké. Amen.